Hölgyeim és uraim, egy villámgyors megbeszélést tartsunk itt a Forma 1-ről, aztán pörögjön az első szabad edzés. Szóval úgyis tudunk beszélni mindenről is. A brit nagydíj az egy nagyon jó sikerült verseny volt végül. Azt lehet mondani, és azt mondja, hogy Ausztriára most semmit nem hoztunk, Nagy-Britanniára hoztunk egy új elsőszárnyat, francia nagydíjra semmit nem hozunk. Tehát lényegében Ausztria és francia üres járat, és a magyar nagydíjra fog megérkezni a rendkívül über giga durva padlólemezünk. Úgyhogy ez a tényállás, hölgyeim és uraim. Ja. Van 7-es millió dollárunk. Szerintem üldögéljünk ezen, és ennyi. Jöjjön akkor a osztrák versenyhétvége, nagy díj. Na, örülök neki, Victoria. Lajos pedig szabadságon van, igen. The Red Bull Ring hosted its first Grand Prix in 2014, and it's been spectacular ever since. Egyébként az sem hülyeség, amit írtál, Imi. The Red Bull Ring is one hungry beast of a power track. Drivers hogy álmád a helyet, Robin, ezt ízben tartom, ez egy jó átgondolandó forgatókönyv. Szia, Robi! And it makes me wonder what else is in store for the team. Ah, sok a duma. Mi van? Hoppá. Az időmérő edzés napján zuhé lesz. Hát Schumachernél az egyik váltó meghalt. Úgyhogy ez nagyon, nagyon csodás. Hát ez még szerintem vállalható. 31% az nem olyan vészes. Ja, Roni. Így. Na, gyerünk, kérem! Ready check, Kev. Radio is good. Hát sokat dolgozott Lajos, az biztos. Igen. Megérdemli a pihenést? Hát azért azzal mondjuk azért tudnék vitatkozni. Hogy pihen a porsóba. Legalábbis ő ezt szokta mondani. Na. Nem én mondom. Én csak fordítok, közlöm, átadom. Hát hova pihenjen? Seems to have been a lockup. Na, jó pihenés neked is akkor. Nem á! Mi csináltál, Schumacher, bazd meg? Te idióta vagy, barom! Watch this. There's Schumacher. Well, they've locked up. They won't have been happy about that. Was that a lockup on the track? Me? Ez ki tudja most értelmezni, hogy itt mi folyik? De most úgy nagyon komolyan. Ez itt mi? Most kaptunk büntetést? Ez azt jelenti, hogy kaptunk. Magnussen kapott büntetést, és nem tudjuk, hogy miért. Hát bazd meg, azért ezen a pályán büntetés bezsebelni. Az nagyon kellemetlen. Lajos nem lesz hétvégén. Nem, hogy Lajos nem lesz hétvégén, még én sem leszek.
Úgyhogy hétvégén találjátok majd föl magatokat. Holnap vagyok utoljára, én személy szerint. És akkor pénteken meg... De a péntek, szombat, vasárnap... Születésnapozás. Nem, csak pénteken. Szombat, vasárnap meg jól szarodunk. Nem, de hogy is nem. Nem, anyukának lesz a születésnapja, 55-dik, úgyhogy... Nagyon fontos születésnap. Nem azért, mert 55-dik, hanem... Mert, na, hát anyuka az... Első, nem? De. Lajos születésnapja. Ez minden nap ünnepli a születésnapját. Mit kell az övén ünnepelni? Köszi, Viktória. Zavarba hozol. Köszi, Csabarda. Mit gondolok az újoncokról? Mennyire fognak helytállni? De valahogy nem lelkesedsz értük? Aha. Köszönöm kérdésed. Hát figyelj. Ki is lesz újoncként? De Freeze. Ő már egy elég rutinos versenyző alapvetően, tehát ő 28 éves. Tehát ő olyan újonc, hogy... Úristen, mi a fene? De nem ment hosszú ugye Monzába. Úgyhogy kíváncsi leszek rá nagyon. Hát azért a Cunodát elveri egyből. Jaj, az kellemetlen lesz. Sargent. Róla nem nagyon tudok mit mondani. Szerintem nem egy nagy durranás. Ő egy ilyen kis töltelék versenyző lesz szerintem. De Free szintén. Ugyanez. Nem fogja megváltani egyik sem a világot. Viszont Piastri, na hát ő nagyon, ő benne nagyon benne van, hogy vagy egy Hülkenberg lesz, ami nem rossz, igazából nem egy rossz kategória. Azért Hülkenbergnek is hány éven keresztül volt biztos helye. Vagy egy óriási tehetség lesz ismét a Forma 1-ben. Óriási, hát egy óriási, olyan tehetség, akiről lesz majd hamar első, mondjuk 5 nagy díj után kézzelfogható bizonyítékunk, hogy ő egy szuper versenyző. Hát eddig eredménye alapján brutális. Brutális ő. Ő a legkiemelkedőbb tehetség lényeg. Nem véletlenül harcoltak érte ennyire, az Alpine és a McLaren, nem véletlenül. Hát az Alpine egy idióta töketlen barom banda. Meg is érdemlik, hogy jártak. Na, Magnussennek van büntetése sajnos. Riválisainkat elnézve nekik is van, Hamiltonnak és Pereznek. Ez tök jó. Tök jó. Na, jött akkor a következő szabad edzés. Ilyesmit tudok elképzelni. Valami nem jó, mindegy. Nézzük meg ezt így aztán. Visz. Január 31-én bemutatja a házad autóját. Bassza meg, hát ez mikor van? Kedden. Jó, akkor már itt leszek fixen. Azt akkor együtt nézzük. A kérdés az, hogy erre most be kell regisztrálni, vagy sem? Van-e regisztrációs oldala a háznak? Mert Red Bullnak volt a baj, az biztos, hogy közvetíthessem. De ha nincs, akkor sincs baj, mert... Max nem nézzük együtt, hanem mindenki nézi majd YouTube-on, berakjuk a chatre a linket, vagy Discordra, és onnan mindenki megnyitja magának, aztán ha lepörgött a bemutató, akkor meg lehet nézni, hogy valami ilyesmi. Nagy probléma ebből nem hiszem, hogy lesz. Legalábbis tavaly így volt, és tök frankon működött az autóknak a megnézegetése. Képek, képes formátumban, tehát ilyen fényképek, rengeteg fényképet
Amikor egyből majd kidobnak a internetet Twitter oldalakra. Szétszpemelik majd a világhálót úgyis. Hamiltonnak lesz esélye idén a 8. címért? Értem, igen? Hogyne? Hogyne? Hát figyelj! Hamiltont elnézve, meg a Mercedes is, egy elég nehéz szezonjuk volt, ott azért úgy... Húbezz meg. De akad az eső. És azért túlélték. Sokan... Jaj, aha. Sok olyat lehetett hallani, na majd ezt mindjárt elmondom. Sok olyat lehetett hallani, hogy Hamilton tesztel, legutóbbi szezonban, hogy sokat tesztel, és a többi, így beáldozza, úgy beáldozza magát, és a többi, és a többi. Hát én erre azt tudom mondani, hogy jó, legyen így, higgyük el, az új szezonban kiderül. Kiderül, hogy ez mennyire volt igaz. Nem? Így a legkorrektebb, szerintem. De nem lesz egyszerű helyzete. Nagyon nem lesz egyszerű helyzete. Hát ott Russell vadállat. Egyik leggyorsabb versenyző. Kicsesze durva. Hogy... Oh, did someone run wide there? Korábbi évekhez képest ugye Hamilton nem azt csinálta, hogy ő mindig az évek elején, akármelyik évben volt, mindig az évek elején gyenge volt. Hogyha most idén megint gyengén kezd, az nem meglepő. Tehát ez benne van nála. Utána szokta magát mindig összekapni. Ez nem kifogás, ez tényleg mindig így volt. Szerintem kivétel nélkül mindig szarul teljesített az év elején. Hát igen, évvége fele valóban azért jött föl Hamilton, igen. Hát a Mercedes nem szava sose leírni. Én nagyon szurkoltam nekik tavaly, hogy megérkezzenek egyre inkább. Meg idén is fogok, az biztos. Meg hát mindenkinek, Red Bullnak, Ferrarinak, Mercedesnek szurkolok. Hogy izgalmas, igazi kemény csaták legyenek. Ne két csapat harcolott egymással, mert ez... Az már olyan... Figyeljetek, tavaly is volt azért csatta Verstappen-Leclerc között, nem? Volt valamicske. De az olyan volt, hogy egyik jobban engedte a másiknak a pozíciót. Look at that! They've run wide! Mert tudták, hogy jaj, még szezon eleje van, és milyen igazuk lett végül, ugye? Főleg Verstappennek, mert végül ő jött ki győztesen. Belőle. Jó döntés hozott, hogy konstans bölcs volt, mert nagyon bölcs volt szerintem végig Verstappen, nem keménykedett Leclerc-re szemben egyszer se. Talán Ausztriában volt kemény, de hát ott meg Leclerc is kemény volt. Ott pont annyira volt kemény, amennyire kell, hát. Az se volt azért nagyon nagy durranás. Ja, csak festés mutat be a ház, ennyi? Hát végülis minden csapat. Tavaly is csak a
talán az Aston Martin mutatta meg a valós konstrukcióját. Ők mondjuk kemény. Ja, meg a Ferrari! Azok nagyon vagányak voltak tavaly. Aston Martin, Ferrari. Bár nyilván ugye Ferrari megmosolyogtató volt, vagyis a... Nem, hát... Az Aston Martin volt megmosolyogtató lényegében, mert ők kurvára befűröttek azzal a konstrukcióval. Hát remélhetőleg idén ez nem így lesz. Már posztolt egyébként Alonso. Nem tudom, láttátok-e Aston Martinnal kapcsolatosan. Ott volt a főhadiszálláson, ha jól emlékszem. Hogy készülgetnek. Jól áll Alonsónak az a öltözék egyelőre. Azt lehet mondani. Ki a taki? Hát az nagyon unalmas volt, persze. Havai Red Bull, Ferrari, hát ez katasztrófa. Hát felszépen úgy verte hülyére a mezőnyt, ahogy akarta. Ilyen egyszerű volt. Hello and thank you for joining us as our race weekend unfolds. Ezért szurkoltam a Mercedesnek, hogy ezért is, mert a Ferrari tökéletlen volt, Mercedes meg nem, annyira. Kíváncsi leszek. Szurkolok én igazából mindenkinek valójában. Okay, radio check again, Mick. Azaz a jó versenynek. Jó nagy díjaknak. Alpinnak szurkoltál tavaly? Hát hogy lehet egy Alpinnak szurkolni? Ezt magyarázz el, kérlek. Hogy? Hát náluk idiótább bagázs, nem igen van. Ott max a ház. Ja. Ennél betaláltunk rendesen. Így hagyjuk a beállítást. Ennyi, megtankoljuk egy 40 körre, aztán hogy 37 lesz. Akkor pöckölje kifele a pálya alkalmazkodást. Nagyon le van ő maradva ilyen téren. McLarennek szurkoltál? Ja, hát az végül is úgy talán erre nem egy ilyen, nem egy csúnya csapat. Várjál, közben esik az eső, baszki. Nagyon jó. Mi is figyelem közben azt. Te kiba. Inter. Kb. Így Inter. Igen, van egy Tesco-s VIP. Jó, a 100 valahány ezer pontos, meg van a 888.888. Hát az már elég régóta annyi. Igen. Eri. Ez Tappen, tiha mindenki. Hát ja, megértelek igazából, persze. Egyébként teljesen érthető az, amit mondtál. Az F1 az... március elején fog kezdődni. Szia, Mark! Hát persze, ez így van, Taki. Ez egyértelmű.
Egyértelmű. Teljesen így van. Andy nagyon jó még mindig. Döbbenetes, nem tudom, hogy hogyan csinálja. Ott mentálisan, iszonyatosan be van kattanva valami. Páratlan egyszerűen, azt lehet mondani. Jó, Schumacher. Oké, ügyes voltál, ennyi volt. Végzett. Magnussen is hamarosan végez. Első szárny sérülés? Hogy mi? Az hogy sikerült összehozni? Ja, Alonso miatt szurkoltál az Alpinnak. Ja, hát annyira végül is, persze én is, hogy ne roncsák el konstans a versenyt, de hát csak sikerült, hányszor? Rengetegszer. Na, oké, megvagyunk. Tehát akkor így ennyi erővel én is szurkoltam az Alpinnak. Istenem, Ábel! Most ezt olvassam el! Este 11 órakor, vagy mennyi van? Majdnem. Nem, tehát mikor ott az első mondatnál ott kész. Mert nem olvasom el, ne haragudjál meg. Megint itt próbálod vinni Fette felé a beszélgetést. Nem. Hagyjuk. Visszavonult, ő már nincs. Hála a jó Istennek. Jaj, mégis csak beszóltam. Na hát. Hát ez őrület. Ti jót neki. Úgy van, köszönöm. Így van, elfelejtettem. Szia Ábel, jó legyél. Majd gyere, ha gondolod, ha lesz még kedved ezek után. Remélhetőleg nem sok lesz. Nem csak viccelek. Vagy mégsem? Mindegy. Már mindegy szerintem. Perez Gasly Hamilton. Az a baj, nem tudjuk, hogy Magnussennek mennyi büntetése van. Hoppá, várjál. Három rajthelyes büntetés. Oké. Alkatrészcsere. Nagyon fontos ez. Szerintem ez egy kaotikus verseny lesz most. Nyilván még az időmérő. Kezdődik hamarosan. Hát a pilótáink azok... Ready to check, Kevin. Nagyon instabil. Teljesítmény nyújtanak egyelőre. És hát itt előre pörgünk. Akszor annyi, hogy majd néha-néha megállítjuk, hogy süt-e még a nap. Milyen hangzik, de tényleg? Pontos. Ábel zsebében a kábel. Jó van, Ábel. Nagyon nyomod. Maga biztos vagy, kegyetlenül. Jó van, majd emulik. Szia, Ninja. Szia, Lemord. Mikor lesz busz? Hát nem mostanában. Szerintem. Hát valamikor jövő héten. Jövő hét hétvégén szerintem. Jövő hét hétvégén. Lajos, bazd meg te. Jön az eső. Jön az eső, gyerekek. A kurva 700. Azonnal menni kell.
Bazd meg, álljatok meg nagyon gyorsan. Most meg... És nem kezdett el esni az a kurva eső. Aja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 j
Azt a kurva! Na ebből mi lesz így, gyerekek? Úristen! Bepánikoltam a kurva eső mikor miatt. Ez nagyon nagy szívás. Ez fixen kiestünk szerintem. Várjál, gondolkodjunk. Nem, visszaveszük a pilótákat. Muszáj. Ez fixen feltartanának. Majd a következő próbálkodásnál lesz gyors kör szerint. Inkább. Üzemanyag lesz. A kérdés az, hogy annyi üzemanyagunk lesz-e, hogy vissza tudjunk jönni a boxba? Ez kemény. Kekev, no management required, so push as much as you can. Ennyien csak így balancedve mind a kettő pilóta. A biztonság kedvéért. Nem kell ide olyan hűdeme tempót se. Elég ez így. Meg kell lennie. Bazd meg. Hát ez... Schumacher Alonso mögött, konstans. Jó, azért bukni fog emiatt, de mindegy. Pont beér. De lényegében a játék felszínessége miatt ki tudjuk használni azt, hogy szerintem nem fogunk rá haragni. Nem fog bennünket kizárni az eseményről, mert nem lesz elég üzemanyag. Pont beérünk, baszki, odanéz. Egyből vége van mindennek. Odanéz, ennyi. Ah! Ez mi a picsa? Nem nyomtam ki, hogy... Ne! Rohadt kurva anyját, bazd meg! Hogy nem vettem észre, hogy heading to garage? Hogy? Hát minden jó ment, bazd meg! Tökéletesen korrigáltunk!
Istenem! Menj el a picsába, bazd meg! Tényleg. Mondjak erre. Utaljáték, bazd meg. The time has come for these drivers to fight it out wheel to wheel. Race day has arrived. Haas gave a solid performance in qualifying and they'll be happy enough. Nyilván most valamilyen szinten lesöpröm magamról a felelősséget. This weekend Red Bull displayed real promise during qualifying, but will they fulfill that potential by the time they reach the checkered flag? Pedig volt eszembe, hogy ki kell nyomni majd azt, hogy bejöjjenek a boxba. Volt eszembe. Elment annyira. Mindennel is foglalkoztam, csak azzal nem, hogy kinyomjam ezt a... Pedig ez annyira evidens, ugye? Hát nem véletlenül jutott eszembe. Csak aztán egyszer csak így hopp, kibent a fejembe mégis. Ez de kicseszett irritáló. És az a helyzet amúgy, hogy hát innen feljönni, gyerekek, gyertek. Nem tudom. Fel lehet. Nem azért sápítozok itt, hogy jaj nem. Hanem amiatt, mert fix, hogy összetörik magukat a pilóták. 1000%. Közepes kebény. Mi van akkor, hogyha lágy, közepes lágyjal megyünk? Olyan létezik? Hoho. Ez is... Nem, Bence. Hát a hatás, kihatása lesz a Red Bull büntetése, persze, de hát most az mi? Pár százalék. Tavalyi szezont az konkrétan röhögve ki tudták húzni. Ez egy nevetséges büntetés, mint kapott a Red Bull szerintem. Ügyesen kijátszották a kiskaput. Ilyen a szabályzat, hogy ki lehet, hogy a csapatoknak van lehetősége kiskapukat keresni, és vannak elhelyezve kiskapuk szabályzatban. És vannak olyan helyzetek, amikor te taktikailag bevállalod azt, hogy ha ez mellé megy, nem probléma. Büntetés kapunk, nem baj, de nekünk megéri mondjuk, mindenhogy. Kész. Tehát büntessenek. És akkor mi van? Ki tudja még mennyi mindenbe csalnak. Ilyen egyszerű. De hát ez ilyen a sport. Akkor van óriási probléma, amikor konkrétan kedveznek csapatnak. Na az már undorbány dolog. De az, hogy itt Forma 1-be csalnak, teljesen normális. Feszegetik a határokat. Keresik a kiskapukat. Azon gondolkodom közben egyébként, hogy lehet, hogy kellene egy teljes erőforrás erre. Ez az erőforrás szerintem nem lesz elegendő a szezon hátralevő részére. Bizony. Bizony. Az a helyzet, hogy ez kurva sok pénz. Tehát 6 millió dollárunk el is menne. Ha egy teljes erőforrás elét bevállalunk, az 6 millió dollár. Jó, mondjuk max annyi, hogy váltóból és motorból kérnénk újat. Mert erre az egész jó. Tehát akkor 4 millió dollár. 4 millió dollár, skacok. Az...
Brutál. Egyébként, ha azt nézzük, hogy mennyire lesz izgalmas a verseny, nagyon. Hát az izgalmi faktor, az nagyon magas lesz. Kérjünk egy új motort. Vállaljuk be, és egyből be is rakjuk ezt a friss motort az autóval, új váltóval együtt. És szezon hátralevő részére, normál körülmények között nem lesz probléma. Ezekkel az erőforrásokkal már. Azért mondom, hogy normál körülmények között, mert amúgy meg bőven benne van az mind a kettő pilótában, hogy balesetezik, és megsérül az erőforrás. Lemegy belőle 30-40-50%, akár 70-60, tehát simán le. Vagy teljesen power. De jó, köszi is kacok, hogy szóltatok, nem néztem a chatet, bassza meg. Pedig szóltatok, megtettetek mindent, de jobban kellett volna spamelni. Hát ilyenkor megállás nélkül spameljetek, mint egy őrült. Komolyan. Na, hogyha az rendkívüli helyzetet teremt lényegében a chaten. Tehát ugye, ha azt látom, hogy így pörög a chat, nyilván ugye nem így konkrétan nézem, hanem a periférikus látómező azt látom, hogy valami nagyon pörög, akkor ott egyből odafigyelek, hogy úristen, mi van? Még hogy nyugodtan, amit tudtok, spameljetek, hogyha úgy érzitek, kérlek. De az sem probléma, hogyha nem, tehát most nem foglak én benneteket hibáztatni, nem azért. Ez csak egy lehetőség, nyugodtan. Hát max kaptok egy TO-t, és akkor mi van? Nem érte meg, dehogy is nem. Taktikai TO. Tudom, mint a Red Bull, nem? Taktikai büntetés bevállalt, megkockáztatta. Na, hát itt most ez egy jóló. Schumacherrel, Magnussennel, előre, ami a csövön kifér, az viszontlátás. Nem, ti vagytok, nem, nehogy az jöjjön ki belőle, Bim. Nehogy is, úristen. Így kiforgatod a szavaim? Látod, kapod is a TO-t. Na jó, nem. Még. Tehát egy fergeteges verseny lesz, remélhetőleg. It's bright and sunny as the drivers line up on the grid. Mick Schumacher there. They're starting in the bottom half of the grid today, so there's a lot of cars between them and the podium. Menni kell előre, nem szabad szórakozni. Rengeteg idő elmehet itt az, hogy most elkezdünk tökülődni. So there's a fair bit of ground to make up. Menni kell majd, mint a bolondgomba. The race start is mere seconds away. Nincsen, Jeff. The crowd are ready, the cars are ready. It's the Austrian Grand Prix. Ah, hál' Istennek itt az élmezőjből elég sokan kevés gumikor rajtolnak, kivéve Verstappen, ők közepes gumikor. Na nézzük akkor kérem szépen a rajtot. Schumacher Magnussen 19-20. helyről. Schumachernek egyből oda is szólunk, hogy engedje el a csapattársát, ahogy tudja. Úgy, kösz, oké, nyugodjál le. Okay, we're still okay. Tartsdott, engedd be! Ez az, ügyes vagy. Tartsdott! Ez az. Még. Körbe kell autózni. De tökéletlen. Nagy a lendület, ott a belső év, meg lett a McLaren is. Ez az. Good job. Hey, well done, Kev. Is that a new race position for Haas? Előttünk van még három kemény gumis. We'll go to high fuel now. Copy. Thank you.
Hú, az nagyon szép lehet. Williams az maradjon ott. Maradj ott, Williams, maradj ott. Istenem, Istenem, Isten! Good job, Kev. Az nagyon kemény. Schumacher. Jézusom, vagy hálóra fékezték itt az autót az idióták. Talán külső éven be tud huppanni. Schumacher. Yellow there, yellow. Nem tudott. Még le lehet gyorsulni. Legalább lemaradt Hamilton. Nagyon szép. Oké, pörögjünk tovább gyorsan. Good job, Kev. Ezek most elég intenzív körök. Pass with an overtake there. DRS enabled, DRS enabled. Hát, hogy meg kéne várni a DRS-t. Ó, és lehet DRS, mi a fene? Úristen, gyönyörű. Jó, hát erőből szerintem meg lesz. A 12. helyezett. Pedig Schumacherre kéne valahogy feljönni. Hát ő úgy engedte el a csapattársát, bazzek, hogy állóra fékezte az autót a barom. Hogy lehet így? Nem? Atya szenték. Kettő között, úgy van kisfiam. Persze, majd pont te! És bazd meg! Ő megcsinálta. Hát elnézést kérek akkor. Rendben van. Húha! Hát azért Schumacher, mikor ilyen manővereket bemutat, én nem tudom, mit gondoljak róla. Ott a DRS zóna, rá kell cuppanni egyből. DRS, bam! Ez az. Végül estér, és viszlát. Ez a beszéd. Okosan, ügyesen, magabiztosan, mehetünk tovább. Schumacherrel közben Albonnal szembe. Éppen a belső évről. És már mehetünk is Hamiltonra. A new race position for Haas. Sajnos itt nem lett DRS-ünk. De nehogy már visszajöjjön az a szaros Williams. Itt kapok infarktust. Vinton meg lassan utaléri Latifit. Elkezd a Magnussen 2,7-re Joe-tól. Joe Tunodával Norrissal együtt közepes gumikon. Előttünk egy nagyon-nagyon-nagyon korrektnek tűnő vonatocska van. Ahogy utolérjük őket, összeszedjük majd az RS-ünket, amennyire csak lehet. Jövünk, nagyon szépen jövünk. 7 tized ebbe a körbe is. Úgyhogy jól néz ki nagyon. Hamilton meg ott szórakozik a Williams-szel, Aston Martinnal. Na, most lehet, hogy előz Hamilton. Nem, nem előz. A Williams nagyszerűen védekezik. Schumacher. Mindig Schumacher. Igen, Hamilton a belső ívről beteszi a Williams mellé. Nem néz ki rosszul, között próbál meg spórolni Schumacherrel. Következő körtől kezdődően Magnussen tudja használni majd a DRS-t, ami nagyon jó. Schumacher. És spórolósan, nyugodtan érkezünk Schumacherrel. Most ne hibázzanak! Na, Magnussen! Nagyon szépen megjött. Ennyi, kész. Mehetsz is. Mármint, hogy a spórolás mehet. A mozdony egyébként Russell.
Russell egyelőre lassabb Alonso-nál, viszont ez annak köszönhető, hogy Alonso jobb gumikon van. Egy 10-9-et produkált. Alonso az előző körben. Nem elfogadható. Elefékedd megint, bassz meg. Ja? Jó. Így akkor mondjuk oké, el van nézve a dolog. Ne! Na ez. Jézusom. Hát ehhez mennyi agynak kell tennie? Uram, Isten. De megcsinálta persze. Megoldotta azért a kisgyerek. Na, és akkor Hamiltont kell elkapni villámgyorsan. Kettőt előzött egyszerre lényegében Schumacher. Magnussennek közben. Próbálj meg finoman vezetni azért. Annyira talán nem muszáj nyomni. Gázpedált két lábbal. Lehet, hogy következő költő kezdődő, már lehetne is egyet tempózni. Úristen, hogy lemaradt most Magnussen? Mi a fene? Hát ez milyen féktáv? Az nagyon korrekt volt. Azta! Az igen! Charge off. Governor. Bazd meg, te! Ebből nem lesz DRS, akkor lepofozzak. Hát itt a gumik közti különbség miatt is gyorsabbnak kéne lennünk, és hát végül gyorsabbak is vagyunk persze. Ott a DRS! Ügyes gyerek vagy. Na, látod Kevinke? Megy ez. Ügyes fiú vagy. Charge on. Copy. Schumacher. Hamilton is Vettel csatázik. És Hamilton körbeautózza Vettelt, ha minden igaz. Ja, eléggé. Eléggé. Na, és hát akkor próbáljunk meg előrébb menni Magnussennel. Charge off. Yeah, copy. Már nem mintha a gumi annyira jó lenne, de próbáljuk meg valahogy legyőzni itt ezeket az ellenfeleket. Mert konstans bukunk igazából Alonzón. Alonzón folyamatosan megy el, és hát nekünk az 5.-6. jó lenne. Azt néztem ki magunknak, úgyhogy ez jó lenne akkor azért valahogy elkapni, nem? Közben az egyik szemünket valahogy rajta kellene tartani Schumacheren. Ő bármelyik pillanatban elkaphatja Hamiltont. Aki egyébként megint Vettel mögött van. Mi a fele? Verstappen off. Verstappen, de valami történt, gyerekek. Hoppá, hoppá. A hármas kanyarba forgott meg egyébként Verstappen. De ott van az első helyen, igazából. Lehet, hogy ez a sárga zászló egy kicsikét bekavart itt nekünk? Lehet. Schumacher 11-2-t autózott az előző körben, az nem egy nagy dur. Sajnos. Gyerünk, gyepáljuk. Nem kéne itt finomkodni. Bottas alig bír menni Russell meg most... Hát, az a baj, össze-vissza ingadozik ennek a vonatnak a teljesítménye. Úgy van. Jó a lendület. Ez most meg lehet.
És... kell a jó kigyorsítás. Igen. Nagyon jó. Úgy van. Úgy. És akkor... mehetünk tovább. Okay, good job, Kev, that's one. Körülbelül majd Cunoda után lehetne megnyugodni. Bottas már tizedik. Sérült az autója, vagy mi van? Ezek az idióták amúgy itt nem akarják eldönteni, hogy most így... hát ennek nincs értelme, fiúk, döntsétek el! Valamelyikőtök engedjen, baszki, mert itt ragadunk. És mind a kettő nyithatja a DRS-t, beszarás. Na ott a belső ív. Ott a belső, és nem megy be. Miért nem? Még mekkora lett volna, kettőt előzünk, úristen. Na majd most várjál. Oda néz. Úristen, ugye Norris nem tudja nyitni a hátsó szárnyát. Ott vagyunk Cunoda mellett. Nézzük kívülről. Jónak tűnő kigyorsítás. Fejfej mellett ismét. Lopjuk a szélárnyékot az Alfa Romeo-ról. És lehet, hogy az Alfa Romeo mellett is elmegyünk, bizony. Nézzük csak! És nem, visszaveri az offenzívát. Próbálunk nagyon agresszívan helyezkedni. És most lehet, hogy megvan. Nem, bazd meg, nincs erres. Üdös istálóját bele. Megvan! Megvan! Fuhú! Hihetetlen! Mekkorát ment, baszki! Atya úristen! Ez mi, amit a bot kiírt? Charge on. Ez mi a frászkarika? Én sem láttam még. Azon kell töprengenünk. Mindegy, itt most mi jól el vagyunk Norris mögött. De biztos pont. Akár itt még üzemanyagot is lehetne spórolni. Rászem, itt megy. 1-10-3. Norris 11-5. 11-0-át biztos, hogy tudunk menni. És kicsikét itt... nem is tudom, lasz ki. Össze kell szedni magunkat, ennyi. Az egész pálya egy büdösen DRS óra. Például Schumacher milyen szépet megy, baszki. Ebétonna tartja lépést, nem? De, ójjaj. Bizonyám, nagyon ügyes. Le a kalappal. És ezt így folytatja, már pedig így folytatja. Akkor gyönyörülj el. Sőt, üzemanyagot le is tekerjük Schumachernél. Vagy ne? Á, bazd meg, nyomja neki. Hogy neki. Ennyi. If you don't need it, no lifting coast. Szerintem ez akkor lehetett ez a dolog betáplálva a botba, amikor új volt a játék talán. Vagy valami ilyesmi. És a mikor elérhető szó összetételű mondatra reagál a bot ezzel szerintem. Eléggé pengélyre táncoltuk. Jó. Na, következő körben megelőzzük Norris, meg kurvára lassú. De mégiscsak egy McLaren mögött szüttyögünk ám.
Hát amikor elérhető a játék. Tehát így erre. Egyébként... Ezt nem tudni előre sose, Csoki. Csak így válaszoltam is a kérdésedre. Nice work, Kev. Haas with an overtake. Na és akkor kérem szépen, most kell rámenni Okonra és Russellre. A probléma az, hogy ők oda-vissza DRS-eznek. Oda meg vissza. Schumacher 1,2-re Hamiltontól. Hihetetlen, Schumacher bazd meg, de jó megy. Azt a kurva élet. Óriási. Nagyon komolyat megy. És szerintem úgy kellene, hogy Schumacher ahogy utoléri Hamilton, meg is előzi. És akkor rákapaszkodunk Joe-ra, mert Hamiltont úgy könnyen megelőzi, hogy mikor nem használja DRS-t. Ennyi, nem? Kimaliba. Picit toljunk bele egy kis RS-t ebbe. Norris pedig itt van mögöttünk, ugye? Ja, sajnos igen. Jó, egy picit kivárunk, meglátjuk, hogy most milyen kört sikerült összerakni a Magnussennek. 1:10 az előzőben. Egész jó. Hát 4 másodperc a különbség, ez így a fél szeket szerintem biztosan hozott. Na nézzük, lesz-e DRS-e? Schumachernek. Úgy néz ki, hogy nem. Egyelőre nem. Nem elég jó. Mennyit hozott most? Ebétalan. 600-ot. Hát a semmi. 63 000. Nagyon pontosak akarunk lenni. Jót megy. Jót megy Magnussen. Egyébként annyit kellene csinálni, hogy megpróbálunk egy óriási tempózni DRS-sel, mert konkrétan Norris folyamatosan profitál a mi DRS-ünkből, úgyhogy most az energiatárolóban található energiát, felgyülemlett energiát arra fogjuk elkölteni, hogy lehagyjuk Norris. Hogy ne profitáljon már bazd meg egy pilóta, egy olyan pilóta, aki nem tudja később majd visszaadni. Tehát ő egy kurva lassú versenyző. Ennyi. És úgy néz ki, hogy lehet, hogy már most a célegyenesre ráfordulva sem lesz DRS-e? Bizony, ennyi volt. Ennyi volt, megcsinálta a Magnussen, óriási pent. Na! Ismét egy 10-0-ás kör. Nagyon komoly. És szép fokozatosan közeledik Okonra Russellre. Alonso eközben 1:14-eket megy. Kemény gumis, Okon is, és Russell is. Már pedig nem bírja legyűrni Hamiltont. Őrület. Használjunk több gumit, vagy mi legyen? Ja. Próbáljuk meg. Let's catch him. Ennyi belefér szerintem. Ennyi tartalék van ebbe az etapba.
Itt az lenne a lényeg, hogy előzzünk egyet Schumacherrel. Hoppá, közben óriási baleset szerintem. Ujjjjjj, egyes kanyar vége. Ujj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 
Ferrari csata. Watch this. There's Leclerc. Leclerc és Verstappen, célegyenes végén. Verstappen elméri a féktávot és kibombázta Leclerc. There's the hit. And it's crystal clear who was in the wrong there. Bazd meg. Az kemény. Verstappen kapja is a büntetést. Hát ez nekünk nem rossz, mert konkrétan riválisaink, mind a kettő. Ha a bajnoki címért megyünk. Ugye? így van Zétén. Így van. Pia Csoki, jó éjszakát. Pontosan. Bazd meg, hiába atakkozunk, hiába támad Schumacher, itt a kurva élet, képtelen utolérni Hamilton. Még az előző körben feljavult a tempója, nem is kicsit, sőt, Hamilton már nyithatta is a DRS-t. Aha! Nagy franca gyerek, Verstappen box eközben. Norrison most konkrétan, mondom mennyit hozunk, fél másodperc előző körben például. Ja, hát egy fél másodperceket azért hozunk. Hozunk, hozni is fogunk rajta majd. Ő is közepes gumikon van, ugye? Durva. Nagyon durva. És hát megy előttünk bizony az ostrom, a csata. Elég jó ráestünk Hamiltonra. Jó lenne vinni tovább. Verstappen versenye szerintem itt és most véget is ér. Mindjárt megnézzük, hogy ő... Aki milyen állapotban van az autója? Ő nem sérült meg. Leclerc? Leclerc-ése? Hát milyen lökés kapott pedig hátulról, nem? Ettől függetlenül szerintem az autója fixen sérült. Nem? Hát az a hátsó szárny, ami ugye a végsebességet befolyásolja. Szerintem. És ennél több adatot nem is látunk már Leclercről. Schumacher már DRS távolságon belül megcsinálta a gyerek. Ügyes volt. Charge on. Jó, hát akkor most spórolás ezerrel. Ezerrel. Föl kell tölteni az energiatárolót, amilyen gyorsan csak lehet, és kész, ennyi. Magnussen eközben hát egyre lassabban, egyre nyögvenyelősebben hoz az előtte lévő versenyzőkön. Az etapja jól áll, gumik rendben vannak, viszont az a Russell Ocon duo az nagyon jó lenne, úristen. Próbáljuk meg egy picit több energiát elnyomni. És gondolkodjunk előre. Hát most igazából... Azt mondja, itt egy box kiállás, az mennyi időt vesz igénybe vagy? 25 sek. A mezőny végére jövünk, tehát a Ricardo mögé. Ricardo mögé. Ricardo, Verstappen, ott őket meg kell előzni. Gasly, Vettel, Ricardo, Verstappen, mondjuk itt rohadt sok DRS van. Hát... Próbáljunk meg még közelebb kerülni. Föltekerünk mindent most Magnussennél. Come on, mate. Annyira kevés kanyar van ezen a pályán, hogy sokkal rosszabbul tapadó gumikkal is szerintem tudnánk tartani a lépést Okonnal Russellen. És lehet, hogy ezáltal tudnánk nyújtani az etapon akár majd. Arra gondolok itt. Nyilván ez nagyon kockázatos, hát lehet, hogy mindjárt megforog Magnussen. Aha. Okay, make charge off. Copy. Ja, hogy közben Schumacher annyira elkezdett spórolni. Okon közben hibázott, baszki. Az mi?
run wide. Let's take a look at the replay. Now have a watch of this. Looks like Ocon. Oh dear, dear, dear. That's far wider than they would have wanted. Jó. Meg kell előzni. Ott is van. Ott van a DRS. Ennyi, szia Ocon. Good job, Kev. Jó, hogy jöttél. Ennyi tempó előre, mint az állat. Hogyan tudott elmenni ennyi energia? Többen. Jó, hát akkor visszaállunk itt szépen. Ja, hogy akkor egyből visszajön? Az se probléma egyébként. Ki lesz a DRS? Övé? Ha-ha! Jó, 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 nem csinálunk belőle ügyet, mert összességében ez a vonat profitált ebből a buliból. Minden. És egy kicsikét felszívjuk magunkat. Jó, ez nekünk jó, skacok, tehát ez teljesen rendben van nekünk, ez tényleg jó. És amit visszaspórolt Schumacherit korábban, azt most elszórtuk bazdbe. Nem lehet így spórolni, legalábbis sokkal, sokkal jobban kell majd figyelnünk spórolásra ezek szerint. Üdös francba. Jó, megvan, megvan, megvan Schumacherrel a DRS, gyönyörű. We need a back off. Ez az. Ez az. Le is nullázta a DRS-ét. Jó, nem baj, most jön a dupla DRS. Hoppá! Közbe! Cunoda! Jó van, egy hülyével kevesebb. Ez a lényeg. Ha még kigyorsítasz, amúgy innen bazd meg Magnussen. Idióta. Milyen barom állat. Mennyit bukott ezzel most? Milyen? Mi volt ez? Hát ez mi? Hát oda ajándékozunk az ellenfelünknek fél másodpercet, bazd meg. Hát aj, de... és akkor most ezt hogyan hozzuk vissza? És akkor nyomjuk az RS-t, amit ugye nagy nehezen visszaspóroltunk. Hát mert különben hogyan kapaszkodsz bele Okonba? Megy, mint a rakéta. Itt is, bazd meg. Jóságos ég. Hoppá! Jó. Jó, hát Schumachernek ez a lehető legrosszabbkor jött. Kurva jó. Ez első osztályú. Great job on that. Egy tetves bug miatt lényegében. Copy that. Mert ez az, hát ez egyértelmű, hát most. More lifting coast, please. Ilyet egy pilóta nem csinál. Copy. Vagy itt most melyik animációból kellett volna azt gondolni, hogy húha, itt most a pilóta hibázott tényleg azt a húha. Isten, most mi lesz? Na mindegy. Hát igazából a fő riválisainkkal, Russell-el és Ocon-nal nagyon jó csatában vagyunk. De közben mi most már Gasly-val szembe csatázgatunk. Igazából néz oda. Mi nem is az? De Gasly hogy került ide? Várjál már. Mit keres itt? Most előzött meg bennünket, hogy ez mi? Ja. Ugye följött ránk Joe-nak a kiforgása miatt. Óriási. Óriási. Charge on. Copy. És már gyerünk. Milyen gumikon van Gasly? Kemény. Hoppá. 1.096-ot ment az előző körbe. Hát azzal a körre futamot nyerne szinte. Mehet még itt a spórolás belefér szerintem. Figyelek jobban a versenyzőinkre. Ilyen téren. Ez a Russell-el azonos kört ment Ocon. Ez rendben van. Charge off. Copy that. Oké. És meg vagyunk egyelőre. Picikét hagyjuk, hogy normalizálódjanak a dolgok.
someone's run wide. Sainz is hibázott. De jó lenne, hogyha Perez Sainz is kiesne a francba, meg Leclerc. Hú, de nagy lenne az. More lifting coast, please. Egyébként ebben a nagy díjban akár megint egy dupla dobogó is lehetett volna. Már nem akarok olyan nagy dolgokat mondani. Nem vagyunk tőle messze. Nem lettünk volna tőle messze. Nagyon szépen rajta vagyunk Okon nyakán. Úristen, közben Schumacher. Schumacherrel enne tenni kell jobban. Amíg van tartalék üzemanyag, addig próbálj meg azzal közelebb menni Gászihoz. Magnussen eközben. Hibátlan. És szép fokozatosan el fogja tölteni magát teljesen. Ennyi. Na támadja a Gászit, Schumacher. Ne. Nyugi van. Nyugi, nincs értelme. Hagyd a francba. Okay, charge on. Copy. Magnussen. Charge off. Yeah, copy. Charge on. És Norris. Gyönyörű 6 másodperces távolságban követ bennünket. Óriási. Jó. Hát biztos, hogy nem mi fogunk elsőként kiállni Magnussen-en, az Hozier. Nekünk itt nagyon jó helyünk van. Okon mögött. Ja, hogy az előzési kísérletek minősül már. Aha. Jó tudni. Charge on. Ne, meg ne előzd. Nyugodtan, gyerekek, nyugodtan. Épp nyugodtan. Így. Schumacher mehet ismét. És akkor elvileg a következő körtől, vagy körben már akár jöhetünk is. Az ideális. Tehát figyeltek ide, tehát lényegében ez olyan, hogy... Ubazd meg. Leszakadtunk közben okorva azért. Ez a közepes gumi kezd nagyon durván elfogyni. Hát most azt akarom mondani, most lényegében Okonnak köszönhetően olyan, minthogyha egy 70%-os kemény gumikon megyünk. Ez feljavítja lényegében az etapunk végét. Ezzel így mi tudunk menni előre tovább. Profitálunk mi ebből. Norris, Joe, tudod a box. És azért jó, hogy Norris lerászunk, mert most nem kell reagálni Norrisra Magnussennel. Ennyi. Nem logikus? Ahogy ne lenne már az. Hagyd békén. Istenem. Hagyjad már, hadd menjen el ott. Úgy szépen körbeutott. Azaz, okos. Így. Na, most azt kell figyelni viszont, hogy Alonso, aki kijött a boxba, vagy a közepes gumikról, Alonsoval megegyezik a stratégiánk. Hogy ő milyen tempót megy friss kemény gumikon. Mert lehet, hogy a friss kemény gumi még nem annyira jó, hogy egyből reagálni kelljen rá. Tehát mi legalább ő tudunk. Tudunk várni. Jön Verstappen Schumacherre. Ah, nem baj, hagyjon jön. Nyugi. Nem megyünk sehova, nem sietünk sehova. Nyugi. Szépen gurítsad. Ennyi volt. Na, Alonso. Norris ugye 32-1, 20-0. Hát gyors az a friss kemény, az egyértelmű. A Norris ilyet megy. Mondjuk ott abban lehet, hogy volt DRS.
Ki tudja. Jó, mindegy, megvárjuk Alonsót. Az a biztos. Már szépen tartja magát még egyelőre. Vele sem kell túlságosan itt idegbajoskodni. Annyi, abból a szempontból vele is azért kellene merő, mert ugye Joe-val csatázott korábban. A gyors, Joe is gyors. Ó, jó ez. Nem csinálunk semmit. Várunk. Jó ez így. Nyújtjuk az etapot. Supra. Hát azért próbálkozz meg vele, aztán majd írd le, hogy mi sült ki belőle. Hát, ha bejön. To charge on. Nézzük Alonsót. Gyors, nagyon gyors, nagyon gyors. Nagyon gyors. Vettel elé jönne nagyjából már. Joe? Hát ugye Joe az ellenfele Schumachernek lényegében. Ő még akár maradhatna is egy picikét. És akkor kör vége, meg box Magnussennel. Fölösleges itt szórakozni. Menjünk kifele, aztán ott a légüres tér. Csapjuk agyon őket, nem? Mondjuk Norrison mindig bőven. Igazából várjál. Tehát Alonso 10 szekre volt előttünk, ugye? Tehát Alonsót önerőből képtelenség. Tehát egy Ferrarival is lehetetlenség lenne beérni, baszki. Ki a valódi ellenfél? Russell, Ocon. És kész. Akkor mi a büdös lószarnak siessünk mi a boxba? Nincs box. Nem sietünk, bazd meg. Röhögve itt megyünk Oconnal, bazd meg. Mert minél többet nyújtunk ezen az etapon, annál jobb állapotú gumik állnak rendelkezésünkre a következő. És ott azért lesz mit kompenzálni majd, mert Russell Ocon azért ott közepes gumikkal fog jönni. És nyilván addig azért nem fogunk menni közepesekkel ebbe az etapba, hogy elmenjünk a kemény gumisoknak az etapja végéig, tehát biztos, hogy nem. Nyilván közben Norrisra is figyelünk. Ja, meg annyi, hogy Bottas. Bottas az mit csinál? Hát még kincse volt. Akkor nem, nincs itt probléma. Jó számoltam? Nincs itt probléma. Alonsót el kell engedni, tehát a box kiállás után 20 szekre lenne tőlünk legalább. Legalább. Azt tudjátok, milyen sok? Félelmetesen sok. Az nagyon sok. Úristen. Többen Magnussen meg nagyon elhitte magáról megint, hogy elnézem. Úristenem. És Schumacher is rendben van szerintem egyelőre. Charge off. Copy. Ugye? Schumacher is rendben van. Guys. Let's catch them. Copy. És minden apró dolgot próbálunk a mi malmunkra hajtani. Tehát most az, hogy itt
Kergetjük Okont, szépen DRS-re húzatjuk magunkat, próbáljuk meg RS-t, illetve üzemanyagot porolni, meg hát nyilván valamikor RS is. Működött be Verstappen a háttérben. Nagyon, nagyon sietős neki, okay, el is fog menni szerintem. Jó, nem baj, hadd menjen akkor, hadd menjen, nem kell itt aggódni. Hadd menjen. Nincs ebből probléma. Hadd menjen. DRS-ünk lesz, az kész. Neki is totally catch them up, okay? Red Bull moved up. Jaj, nem, á, nyugi, 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 bazd meg. Ez az agresszivitás. Végig spórolóba kell menni. Ennyi, gyönyörű. Nyilván azért Norris-szal számolni kell, hát láthatjuk tisztán, hogy konkrétan nem gyors, tehát nem hoz rajtunk, pedig friss gumikkal van, nem hoz rajtunk. Fölösleges itt majd nézni. A valós ellenfele Schumachernek meg... Mi az, hogy 0-9-7-et megy Hamilton? Holland? Hogyan megy olyan kört ez, bazd? Mi van? More lifting coast, please. Did I copy? Behozzuk soha. Box now, make box now. Copy. Box is up. Ne. Nyugi. No more lifting coast. Nyugi. Let's dip it. Oh, big lock up there. Gratulálok. Ha! Istenem, Schumacher. Én már éreztem, vártam, hát ez... Lock up! Ha jöjjön is be a boxba akkor. Nincs kapaszkodó. Még minden, hogy jött volna, csak hát... If you've got some margin, try to increase the pace a little bit. Ja, Istenem. Ez a gyerek, te. And okay to push, okay to push. Copy. Okay, understood. Az kemény imba. White line. Szerencsés vagy akkor. Ne! Bazd meg! Hadd menjen el! Ahogy szoktuk. És Joe elé visszajön Schumacher. Óriási. Hát micsoda tehetség. Hihetetlen. Hát fogjátok le ezt az embert. Gyönyörű. Te. Jó, viszont nagyon kalimpálott a háttérbe. Remélem azért nem fog elmenni. Na és akkor ide figyelj, Sumika. Azt ugye tudod, hogy neked úgy kell most menned, mint az állat. Na jó van akkor, megbeszéltük. Jó. Minden jót kívánok, szevasz. Még egy kettő kört kéne maradnunk, amúgy. Itt van mögöttünk Randy. Megjött az öreg. Ennyi. Megjött. Csak ennyit akartam mondani. Vágyat? Ugye megnézzük, nem egy rossz ötlet.
ide, oda. Ez még mindig kemény. Ez még mindig kemény gumi. Hát egy kettő költ azért legalább maradni kellene még. Hogyha mi tényleg nagyon lágyazni akarunk, akkor... Ja. Mi van akkor, hogyha most az lesz, hogy kijön Okon és Russell? Akkor lágy. Akkor meg kell kockáztatni a lágyat. Egyébként az a jó ebben, hogy Joe semmit nem tud csinálni jelenleg. 18-3-as első szektor, hát az semmi. Bazd meg, Joe. Nem á! Schumacher, ne legyél ennyire béna. Okay, you're currently P16. Jó, akkor mondom, hogy mi a terv. Megelőzzük. Egyértelműen lassan álló Joe. És akkor lendületünket kihasználjuk arra, hogy megelőzzük. Vagyis, hogy lehagyjuk. Lehagyjuk. Igen, lehagyjuk. Tempo! Tempo! Tempo. Kurvára tempo. Okay, good job. Mint a büdös állat. You're okay to push now. Yes. Copy. Egyre neccesebb az a DRS. Andy már nagyon itt van, gyerekek. Ajajajajajajajaj, az öreg az új. Nézelődik, védekezésre kényszeríti Magnussent, és most úgy tűnik, hogy elmegy. Akkor ennyi, akkor. Eközben Schumacher úgy néz ki, hogy sikeresen le tudta küzdeni Joe-t. Nagyon jó. Nagyon jó. Nagyon jó. És akkor a két Alpine azok nyugodtan harcolnak, és nézd meg, Alonso elmegy Okon mellett is. Jó van. Ez nekünk csak jó. De Schumacher a leggyorsabb kör? Azért jó. 0-8-3. Az meg. Jó ég. Elég legalább gyorsul ez a vonatocska. Most szerintem következő körbe kiállunk. Nem húzzuk ezt tovább. Jó mondom? Kiállunk. Mindjárt megnézzük, hogy lehet, hogy most már jobb a lágy. Megnézzük. Akkor a kemény gumi. Egyébként 0,3 a különbség a gumik között. Fölfele, lefele, mindenhogy. Ennyi, ott a box, az kész. Box, Kevin, box. Box, box. Hát meg lett rántva most rendesen ez a vonat, bizony. Azért akarok jönni, mert szerintem ők a 40. kör végén jönnek ki, és biztos akarok menni. Mondjuk... Magnussennel teperni kell majd egyet szerintem. Szerintem Okon Alonsoval fog menni, tehát most lényegében olyan, mint hogyha Okonnak egy friss kevény gumia lenne. Az egész pálya egy kicseszett DRS-óra, ugye? Ilyenkor milyen rosszul jön?
Nem baj, mert ott Russellé majd ők úgyis megállnak egyet bulizni. Nagyon jó. És akkor Max. Úgy van. Úgy van. Hát bőven légüres tér. Vagy nem? De. Így van. Schumacher eközben 0.97. Nagyon jó megy. Na. Nézzük akkor közben, Magnussennél kicserélték a gumikat, és röhögve, bizony, röhögve, ott van előtte a légüres tér, amit ki lehet használni. Egyszerű módon. Ennyi, csak simán használjuk Magnussennél a tartalék üzemanyagot. Szerintem ez már elegendő lesz ahhoz, hogy egy nagyon jó tempót menjen. A két alpin lassan utoléri Russellt, és nekünk olyan tempó kellene, amivel alájuk vágunk. Russell és Ocon alá. Előttünk van 12 másodperces légüres tér. Mire utolérjük őket, addigra kétszer kijönnek. Ez itt ebből nagy probléma. Nem szeretnénk én most itt egyelőre semmiből se elnyomni. A gumiba is jó, hogyha van tartalék. RS-be is jó. Lehet, hogy itt elegendő tényleg az, hogy úgy önerőből csak sima tartalék üzemanyagból utolérjük az ellenfeleket, vagy alájuk vágunk, aztán kész. Ne gondoljuk túl. Igazából akkor is lehet majd tempózni, amikor esetleg ismét elénk jönnek vissza. Mert ha majd védekezzünk el, akkor minden tartalékra szükségünk lesz. Legalábbis ugye biztos. Na, jó. Schumacherre készülni kell arra, hogy valaki leszédesedett elég szépen. Most be ne jöjjön nekem a biztonsági autó, mert akkor elkezdem fontolgatni az unistalt. Stroll. Leszélesedett szépen. Jó. Schumacher. Kérem szépen. Hát egy másodpercet azért hoz a McLarenneken körönként, ugye? És az per kb. John pedig, hát 2-3 tizedeket. Nem biztosan. Nagyon hátrafele itt nem is kell figyelni, hát legalább 3 tized, ja. Nagyon rendben van. 30 kör van vissza. Abszolút pontszerzés van kinézőbe. És egy kicsikét elkezdünk számolni Schumacherrel, akkor azt láthatjuk, hogy bizony... Húbazd meg! Hát ő 10. helyért, 9. helyért fixen csatában van, de még lehet, hogy Hamiltonnal is, vagy nem? Hát, az már nagyon necces, de 9-10. Hely az elég tuti. Úgyhogy itt a McLarennek sokáig nem kellene órakozni. De Norris már nem jön ki, Ricardo meg még igen. Na, Magnussen. Nagyon jó tempót megy, nagyon jó, bomba tempó. Közben Alonso leverte Russellt. Alonso annyira leverte Russellt, hogy Ocon teljesen leszakadt csapattársáról. Óriási Landy Mitrend, bazd meg, asztal. Pedig én azt gondoltam, hogy Ocon ő húzni fogja, és marhára, nem? Érthetetlen dolog, ez... Hát jó is, meg nem is, amit most történik. Nézzük lesz a szemszögével az eseményeket. Sainz kijött a boxból, friss gumikon van. Gyerekek. Ez egy csúnya kavarodás itt. Nem is jó, nem is rossz. Jézus Mária. És Landy megpróbálja kívülről. Perez is boxol egyet közben. Friss közepes gumikon Sainz, tehát ott hamarosan az a gumi életre kell. Egyébként, ha Landy valamivel agresszívabb csapattársával és Russell-el szembe, meg velünk szembe, és hát Magnussen-el szembe, akkor most bőven Sainz előtt lenne. Úgyhogy Landy, bazd meg! Megjöttünk. Ez már késő. Mi van?
Ezért nem hiszem, hogy menni fog. Jön neki a boxba, és szerintem Ricardo is ki fog jönni, figyeld meg. Ocon, Hamilton, Gasly, na nézzük. Most lesz ez izgalmas. Úgyhogy Magnussen, Ocon, Gasly, Bottas, Hamilton, a riválisok a boxban. Magnussen pedig eljön, Ocon itt van, most gyorsíthat ki. És gyönyörűen elmegy Magnussen. Óriási. Ezt megcsinálta. Viszont 3/10 jobb gumikon lesz Ocon. Itt pedig egy gyönyörű kigyorsítás. Schumachertől. Megpróbálunk lendületből rámenni Vettelre is. Ne szarakodjunk. Let's catch him. Okay. Az. Tartsd ott, bazd meg, tartsd ott. Öl. És menjünk tovább, ott a lendület, de vedd el nyomjad! Ez az! Nagyon profi vagy Schumacher. Nyomod, üzöd, ez az. És akkor repülünk rá Bottasra, bazd meg, most kell teperni kurvára. Lila első szektor, lendületből Schumacher. Öl. Menni. Ott van Bottas, nagyon kéne nekünk most a nő DRS-e. Életmentő lenne konkrétan. Remélem Schumacher rendesen megtekerte az utolsó kanyar kombinációkat. Ez az! Ott a DRS! Nagyon ügyes voltál, bazd meg! Ez az! Leggyorsabb kör! Most azért Schumacher igencsak hasonlít a Vaterra. De megpofozzálak. Ez igen. Ez nagyon szép volt, gyerekek. Na és akkor? Russell még mindig kint van. Russell egy idióta. Russell nagyon fogja verni Magnussen. Próbálj meg egyet spórolni itt Bottas mögött. Tehát itt... nem is tudom, hogyan legyen ez. Közben egy óriási baleset ismét. Teljes szektor végén. Nézzük. Several cars involved. Let's take a closer look. Daniel Ricciardo involved here. Ricciardo Vettele szembe. And there's the collision. It's caused absolute carnage. Catch these guys. Yeah, copy. Hogyan ment egyre jól Gasly, bazd meg? Tudom, töprengek. We need a back off. Yeah, copy. Ott ez kurva jó megy. Charge on, charge on. Copy. Hát Russell simán nagyon van verve. Simán. Fú, Magnussen nagyon megy ám. Még Alonso is, néz oda. Alonsót is veri gyönyörűen. 0-9, kereken, baszki, Magnussen. Kicseszett nagy tempója van. Hát ha lett volna egy normális időmérő edzésünk, ujj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 j
Bottas ilyen lassú? Hát hogyan? Ez fix? Valamit nem stimmel. Öcsém, hogyan lesz ebből pont? Schumacherrel. Nem volt jó a matek egyébként Schumachernél. Ezt... hát ez... Nagyon gyorsak. Nagyon gyorsak az ellenfelek. Alonso 0-8-8-at jött. Hogyan? Odé jeres-e? Ja, volt. Jó van akkor. Ja, hát persze, Ferrari DRS kap. Ja, hát jól van. Hát úgy könnyű, Nandi. Csasz. Te nagy franc vagy. Ötödik helyért megy a csatánk egyébként. Bár az is lehet, hogy Verstappen elmegy a végéig 70%-os keményekkel. Hát benne van bizony. 0-8 kereken. Hát gyerekek, az nagyon kemény tempó.
Közben Schumacher. Ez mit csinál? Előz! Jó, viszont nézzük akkor, hogy az utolsó szektorja milyen lesz. Az lehet, hogy beszédes ez. Mi van akkor, hogyha ő gyorsabb gázszirán? Már azt nem tudom elképzelni. Mert Gászli azzal a közepesé úgy vagy, mint a rakéta. Az eddig beteg. Ha nézzük az utolsó szektor, 19-8 Gászlitól, Schumacher. Jobb Schumacher. Há, hogyan? Ne. Biztos, hogy Mick van a sisak alatt? Nem lehet, hogy a Vater? A Michael. Gyanús ez nekem egyre jobban. Nézzük az első szektort. Na igen. Itt helyreállt a rend. Belassult. Jelentem, belassult. Ott tesztálunk, vajon gyorsabb lenne? A nagy lószat. Jó, ha mindegy, akkor pufozzátok oda-vissza egymáshoz, kész. Schumacherrel nem lesz itt pont. Ki van zárva. Akkor mi lesz itt? Nem tudom. Assza meg! Hát, hogy hamarabb kellett volna jönni Schumacherrel. Átlettünk verve amúgy a box kiállás, az kurvára nem 25 másodperc volt itt. Nem tudom mennyit volt bele itt a előttünk védő Gászli. Örület. Hamilton nagyot ment. Ja, elég nagyot ment Hamilton. Tehát igazából itt Schumachernek a pénázása azért... Ha várjál! Ha most jut eszembe! Hát ő mikor elfékezte, akkor az a bukott 5 szeket. Négyet, az a biztos. Ugye? Azért az most jó jönne? Hát... Nem kicsit bazd meg. Ugye? Azért... Így kicsit másabb a leányzó fekvése. Hát tudom én. Ó, jóságos ég. Bottas. Figyelj ide. Úgy látom, te még nem realizáltad, hogy neked nem sok keresi valód van. Let's just get into a rhythm. Nem isten. Ki a baginyó? Jó éjszakát, TMC. Haas with an overtake. Amúgy ebben a versenyben bele is lehet pörgetni, simán. Tehát ez... Az egyet, hogy most itt kár kerülgetni a forrókását, ebben ennyi volt. Maximum itt még annyi változás lehet, hogy semmi. Hát itt most Russell esetleg, hogyha lágyakat kapott, akkor esetleg tőle talán lehet tartani. Igen. Ja, meg hát az itt a kérdés, hogy Verstappen így meddig fog menni. Vajon. Azt hiszem, de kár, hogy nincs meg a 10. Schumacherrel. Majdnem 3 millió dollárt kaptunk volna akkor. Az kurva sok pénz. Az akkora pénz, hogy olyan, mint hogyha 2 nagyon vettünk volna részt. Egyszerre. Ja, úgy van, Gergő. Úgy van. Akkor ezek szerint nem vagyok hülye ilyen téren. Tehát ott a boxba, ott a box kiállás nál azért átverik a fejünket rendesen. Van olyan pálya, ahol köbö a fele a kiállás? A kiírtnak? A boxot nem sikerült megcsinálniuk. Is. Ez csak úgy halkan, mondom. Ja, hát itt közben egyébként Bottas meglógott. Nem tudom, hogy hogyan tudod meglógni, hát... És Schumacher nem ment annyira szarul. Schumacher, ez Schumacher sajnos. Hol így, hol úgy? Mikor milyen kedve van? Egyébként annyit lehetne csinálni Magnussennel, kérem szépen. Hogy a következő kört azt úgy megdurrantjuk vele, mint a... büdös élet. Hát, ha meg lesz a leggyorsabb kör. Hát jelenleg Russellé. A leggyorsabb karika, 1.07.4. Olyan kört, hát ne haragudjatok meg, hogy ezt mondom, de olyat Magnussen is simán fog jönni. Bazd meg, simán. Úgyhogy akkor mehet Magnussen, gyerünk.
Aztán eldobod, eldobod. Max letörlöm a játékot, nem probléma. Hajrá. Adjál bele mindent. Bízunk benned. Ez akkora leggyorsabb kör lesz most Magnussentől, mint a húzat. Ez garantálom nektek. Ha nem lesz ez leggyorsabb kör, akkor előveszem a kormányt és a pedált, és majd én helyette akkor megfutom azt a... Hát ez annyira azért nem lila. Egyelőre. De jön a középső szektor. Hú, Magnussen az anyád úristenét. Ha nem csinálod meg... akkor igen, megverünk. Középső szektor lila. Ez az! Ott van. Ennyi. Mondtam. Kurva életbe. Hát nagyon kíváncsi lettem volna arra, hogy itt mit tudunk. Mit tudtunk volna elérni normális időmérő edzéssel. És akkor itt jön Schumacher. A balfácán. Aj, szegény. Istenem, de béna. Sajnálom. Nem baj. Nevelés alatt áll. Good job. Alonso Lu. I'm very sorry about that. Ja, így van, Gergő. Nem, nem, nem. Megoldotta nekünk Magnussen. Hajd el, Kevin Magnussen showing us how it's done. A great result. Jó nehezen. This is a good result for Haas. More than enough to satisfy the whole team. Yep, they managed to bring everything together. Strategy, engineering and driving. They've had a very strong weekend. Igen, Gergő, tényleg. That's right, and they finished the race weekend in third place in the constructor standings. As we reach mid-season, the battle will pick up again. Sikerül-e pontot szerezni mindkettő pilótával? Nem. At the circuit, Paul Ricard. Nem sikerült. Ja. Oké. Na, azért jó sokan fogadtatok. Örülök neki. Hát ahhoz képest, hogy honnan rajtoltunk, jó volt ez. Harca bajnoki címét, mi? Hát na, de most tényleg, tehát figyeljetek, tehát jelenlegi pontrendszerben meg lehet csinálni. Egy nagyon istenes hajrát fogunk itt letolni a második fél évben szerintem. Én úgy terveztem. 2 millió dolláros profit csak. Az meg ilyet még nem láttam. A legdurvább eset az annyi volt, hogy 3,5 millió profit. Most meg 2 millió? Na közben egyébként jövő évi szabályváltozásokkal kapcsolatban kellene szavaznunk, hogy a top 3 csapatnak növelnék a szélcsatornában eltölthető idők számát, és a top 3-on kívül pedig, hát a 4-5 az stagnál, a 6-7-8 pedig kevesebbet használhatná. Ez mi? Mi ez a hülyeség? Hát menjetek az anyátokba, hát mi az, hogy az élcsapatokat segíteni ez a szabályváltozás? Óriási marhaság. Most így. Lehet, hogy meg lesz szavazva. Bár ekkora marhaság még szerintem sose volt. Na, Magnussen 81-es lett. Fejleszettük a kanyarodását, úgyhogy... hulla a karika. Mérnök urak? Ezek sose fejlődni. 5 millió dollárunk. Nem sok. Az nem sok. Közben nem tudunk fejleszteni semmi, gyártani se semmi. Na majd most. Karosszéria. Lefüggesztés. Gyorsan ellenőrizzük, hogy miből van kevés tartalék, hát első szárnyból. Akkor legyen, gyorsan durrancsunk le a biztonság kedvét, hogy az 2 tartalékunk legyen.
anno lemezből én most már nem gyártanék le újabbat, mert 11 nap, tehát lényegében a francia nagy után egyből elkészül a anno lemezünk, úgyhogy ráérez. Na. Hogyha ez a padlólemez megjön, gyerekek, hújúj. Én úgy gondolom, hogy azért azzal lesz némi előrelépés. Akkor azért már úgy ott kell lenni az ellenfelek nyakán. Nem tudom elképzelni, hogy nem. Mármint az E csapatok nyakán. Na, nem lett megszavazva ez a szabályváltozás. Még a Ferrari is ellene szavazott, te jó ég! De micsoda érzékük van ehhez. Ez egy nagyon nagy marhasság volt. De ilyet bevezetének a mai Forma 1-be, hát én nem is tudom. Egyébként, hát ez csodás, hogy látom fejlesztettek az ellenfelek. Alacsony sebességű kanyarokban már a 11. helyen vagyunk a 7-8-9 helyett. Hogy kaptunk egy gyomrost. Egyik mérnök fejlődött, tényleg? Melyik? Tényleg? Szép, köszönöm szépen. Pedig néztem csak... Hát ez a baj, hogy... Csak néztem ki a fejemből és nem láttam. Ettől függetlenül szerintem a top 10 az... meg lehet. A Schumacherrel egy kicsikét neccesnek találom a dolgot. Tehát a következő kettő nagyon top 10, top 8 meg lesz. Ugye a francia nagy után megjön a padlólemez, és az nagyon-nagyon... Szerintem az jó fog esőni. Ezt nagyon-nagyon várom.